Mi, mi, vajon mi lehet a tanulsága? Azt nem gondolhatjuk, hogy, hogy a vásti történet az csak benne van az írásokban, és mindenféle jelentőség nélküli. Ez egy egész fejezetet felhasznál Eszter könyve arra, hogy bemutassa azt, ami történt. Hmm. Csak gondolkozzon el mind, mindenki azon, és én javaslom, hogy aki házasságban él, az mindenképpen értse meg azt, mind a két fél, hogy ez csak egyszerűen ez a rend, ezt lehetetlen megváltoztatni. Ha valaki járja ezt az utat, akkor a rend az ehhez is kész. És ez, ez oly sok problémát okoz a világban különösen, de attól tartok, hogy itt az úton is. És én biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan dolog, amit az atya meg fog oldani minden párkapcsolatban. Így vagy úgy. Az, aki nem azt csinálja, ami helyes, az megy, aki azt csinálja, ami helyes, az megmarad. Mindenféleképpen ez így lesz. És a rend az, hogy a nő csinálja azt, ami a férfi terve. Ez így lett kitalálva. Mondhatjuk azt, hogy a hasvérus király volt, másti meg királyné, de teljesen mindegy. Azért mutatja meg Jahul nekünk azt, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet az ő férjének a legnagyobbtól a legkisebbig. A legnagyobbtól a legkisebbig. Teljesen mindegy, hogy nagy vagy kicsi. Minden asszony adja meg a tiszteletet. Ez a szó, ez, ez kár. Érték, tisztesség, becsület. Az ő férjének. Megismétli Péter, megismétli Pál, ugyanezt, Saul. Péter nem is tudom mely. Talán egy Péter három az, ahol beszél a engedelmes az ő férjüknek. Alárendel, alávet. Ne, 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 én biztos vagyok benne, hogy ez a feladat a közeljövőre. Ez csak nem lehet véletlen, hogy ezt így, ez így kiadta mindaz, amit én tapasztalok magam körül. Az a káosz, ami ezügyben oly sok helyen van. Szóval ez egy tanulság mindenki számára. Ez a rend, és ez így lesz. Ezt nem lehet körüljárni, nem lehet megváltoztatni. A nő feladata az, hogy menjen és intézze az ügyes-bajos dolgokat, amire nincs szüksége a fér, amihez nincs szüksége a férre. Ez az ő feladata, ami egy nagyszerű feladat és egy nagyon fontos dolog, ha megérteni. De gondolkozzon el mindenki, hogy milyen tanulsággal szolgál számunkra ma ez, hogy minden asszony adja meg a tisztelet az ő férjének a legnagyobbtól a legkisebbig. Miért kellett elrendelni egy országban, ahol nem volt családsegítő szolgálat, nem volt feminizmus, nem volt nő otthon, nem volt rendőrség, nem volt semmi ilyesmi? Szóval, ha akarta a férj, akkor egyszerűen csak leütötte az kész, ha nem tetszett neki. De mégis elrendelték, hogy adja meg a tiszteletet. Szóval, mi volt az értelme ennek akkor? Mikor úgy is az volt, amit ő akart. Azért, mert amúgy nem lehet együtt működni. le, le volna a társadalmat, ha engedik, hogy ez ne így legyen. Mint ahogy ma lerombolja ez a társadalmat. Hogy nem lehet bírni a nővel. Azért vagyunk itt, ahol vagyunk, mert ez megtörtént kialakult a legtöbb helyen, a legtöbb kapcsolatban az, amit egy királyok 17-től olvashatunk 22-ig nagyjából Áháb és Jézabel története. A férfi nem tud vezetni, a nő meg nem engedelmeskedik. Ez egy tökéletes tavaly az ellenségnek, hogy az egész világot romba döntse és ezt is csinálta. Szóval ők ezt tudták akkor, hogyha engedik, hogy ez így legyen, akkor nekik végük van. Hogyha ezen túl az az, hogy nem csinálja azt, meg nincs tisztelet, akkor nincs, nincs birodalom, nincs semmi. Mitől féltek volna? Egyszerűen csak megmondhatták volna, hogy nézd, üsd le, az kész. De nem ezt tették hanem felszólították őket arra, amire Péter, meg amire Saul, meg amire Jahusa, meg mindenki más. Tiszteld a férjed, csináld azt, amit mond, aztán minden jó lesz. Ez valahogy oly nehezen megy bele a nők fejébe manapság. És nem lesz béke, nem lesz rend, nem lesz siker soha a házasságba, ahol ez nem így van. Nem az a feladat, hogy mindig elmondja, hogy mi az ő véleménye, de viszont szerintem, miért nem, nem. Nem, nem ez a lényeg. Ezt csináljuk, csináljuk. Kész. Nem kell hozzáfűzni semmit, nem kell egy jobb ötlet, nem kell, hogy de, meg szerintem, meg én úgy érzem, meg de, ha így lenne, úgy lenne, meg én ezt akarom, meg ezek a dolgok. Ez borzasztó szerintem. Látni, megtapasztalni, meg, meg a hatását ö, szenvedni. És csak megnehezíti mindenki a saját életét. Miközben olyan nagyszerű lenne. Mint ahogy Viktor demonstrálta ezt most tökéletesen. Hogy az a nő az nem magyarázta neki, hogy de miért van ez, meg miért csináljam azt, meg nincs kedvem, meg most a nehéz napjaim jönnek, meg voltak, meg lesznek, meg vannak, meg mit tudom én, mik vannak. Meg nincs kedvem, meg de ha így csinálnánk, akkor mi... nem Nem erről volt szó. Ment, csinálta. És olyan nagyszerűen hozzátetted azt is, hogy hogy uh, alázatosan Eszter engedelmeskedett mindenkinek. Azért, mert azt gondolhatta, hogy az jobban tudja, és hallgatott rá. Mi, mi, olyan nehéz ezen ma? Miért olyan fájdalmas ezt ma észrevenni, hogy ez ma is így van, mint ahogy így volt 6000 évvel ezelőtt? Mikor azt mondta, hogy biztos nem fogsz meghalni, meg, meg ugyan leszem, mint Elohim, meg mit tudom én még. És én nem akarom bántani a, a, a nőket, de egyszerűen csak a problémák forrása az, ez kell, hogy legyen. Én nem tudok más konklúzióra jutni. A, a másik az, hogy a férj az határozatlan, ez, ez megint csak egy borzasztó dolog látni ezt. Szóval ezt nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Mit is gondol valaki, hogy hogy, hogy mondok valamit, azt nem úgy van, azt oké, nem úgy van. Hogy? Ezeket nekünk rendeznünk kellene, ha példát akarunk mutatni az embereknek, hogy itt rend van. Az egyik csinálja, amit a másik mond, a másik meg határozott, azt megmondja, hogy mi legyen. De ezt mondom, hogy ez alakult ki. Áhá, ő, Jézabel és Áháb. Az egyik nem tudja, hogy mit akar, a másik meg nem csinálja azt, amit a másik mond. És ez van ma. És ez nem fog működni. Egyszerűen csak nem tud működni. Lehetetlen. Szóval csak vése bele a fejébe mindenki, hogyha mond valamit a férje, és járják az utat, akkor a legjobbat akarja. Miért nem lehet kommentár nélkül csak azt csinálni? Mikor mindenki, minden példa, aki előttünk van nőre, az azt csinálta, amit a férje mondott neki. Egy olyan példa sincs, ami pozitív, aki azt mondta, hogy de, szerintem így van. Meg nem, inkább csináljuk így. Meg én így akarom csinálni, akkor is ez lesz. Nem volt egy se ilyen, aki felhozott példára, hogy. Nem. A szívnek elrejtett embere, a szelíd, csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Elohim előtt. Így ékesítette magát. Nem úgy, hogy. de, meg. Ilyen nem volt. Szóval ez az óriási tanulsága ennek az egésznek. Oda jutunk, ahol vagyunk, azért, mert ez nem így működik. Ez az első számú oka annak, hogy a társadalom ide jutott. Hogy egyszerűen lehetetlen ki ki kihozni azt az egységet, amit Jahúa elvár. Pedig ha ez csinálná, amit az mond, az meg el tudná dönteni végre, hogy ez lesz, akkor ezt nem lehetne kikezdeni. Ábrahám meg Sára végig menetelt a vadonba, a gyerekekkel, meg a, az állatokkal, meg mindennel gond nélkül, végig. Most jól olvasunk arról, hogy Sárának nehéz napjai voltak, és akkor két hétig nem lehet vele beszélni, meg nem tud dolgozni, meg de, meg viszont, meg talán, meg szerintem, meg így érzem, meg ezek. Sőt, aztán példaként hozza fel. Hogy gazdájának nevezte, tulajdonosának azt az embert. Az, aki, aki mindenkinek a példaképe kéne, hogy legyen. Akinek gyermekei lettetek, ha jól cselekeztek. Ehhez képest ma ez van, ahol ilyenekkel kell foglalkozni. Nap, mint nap. Ezt csak egyszerűen el kellett mondanom. Szóval hallgassa ezt vissza mindenki, ahányszor csak akarja. Ez nem fog megváltozni, ez az üzenet. Engedelmeskedjenek az ő férjüknek. Pont. A ti félelembe való fethetetlen életeteket. A szívnek elrejtett emberi szelít csendes lélek romolhatatlanságával. Így ékesítetik magukat hajdan ama külön választott asszonyok. Reménykedtek engedelmeskedvén az ő férjüknek. Enélkül nincs semmi. Enélkül nincs. Nem beszélhetünk házasságról, echádról, egységről, családról, semmiről. Mint ahogy nem is tudunk. Mi magunk sem. Akiknek példát kellene mutatni a világnak. Szóval itt az ideje, hogy valahogy rendbe szedjük magunkat. És elkezdjünk ezen dolgozni. Mind a férfi, mind a nő. Pont. Folytatjuk két hét múlva, aki kimaradt eddig, fogalom sincs ki az, ti, Lali, meg még valaki esetleg, van olyan? És akkor vissza fogunk térni erre a témára, utána pedig elkezdjük a következőt, jó? Úgyhogy én innen elbúcsúzom a videóból, és aztán, ha van kérdés, akkor azt megbeszéljük. Salom, halleluja!